Szeretettel köszöntöm Önt, tisztelt zenebarátunk! A Rákoshegyi Bartók Zeneház videórandi sorozatát folytatjuk Bartók szösszenetek címmel, a zeneszerző születésének 140. évfordulója alkalmából, a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával. Ismeretterjesztő rövidfilmünk darabjai többségében 1911-1920 között Rákoshegyen, Bartók Béla egykori otthonában, egy grófi kúriában készültek, melyet a zeneszerző a Gödöllői elöljáróságtól bérelt. Budapest legnagyobb kiterjedésű 80 000 lakosú zöldövezetét, Rákosmente települést csak 1950-ben csatolták a fővároshoz. Élő történelmünk szereplője a Micseri úrunk, hangoló mesterünk, kinek személyi igazolványában ez áll, születési hely Rákoshegy. Bartók szerette ezt a fák, virágok, madarak csicsergésű helyet 15 kilométerre a Zeneakadémiától, napi egy ki- és befutó vonattal, mely először csábító közlekedésnek bizonyult. De a nyughatatlan komponista innen is, 8 esztendő után elvágyott, lelke soha nem lelt békét, valami belső forró láz égette, s menekítette tovább. Nehezen, vagy egyáltalán nem tudta tolerálni a hangoskodást, a szomszédok jelenlétét, csak az ő saját belső világát élte családjában, barátai között magányosan, boldogságra éhezve. Opusz 14-es szvit. Bartók az Opusz 14-es szvitet 1916. dermesztő februárjában Rákoskeresztúron írta. Bartók Béla 1911-ben visszavándorolt, majd újra elvándorolt onnan, ahol ifjúként boldog volt, ahol hatalmas sikereket ért el a világban, európai koncertturnéi alkalmával. Mint zongoraművész megfordult már 1905-ben is számtalanszor, s 11-ben visszajött, mert érezte, hogy itt a madarak és fák közötti néma csendességben megírhatja azokat a lelki gyötrődéseket, amelyek a magyar és külföldi zenészek mai napig állandó repertoár darabja.
Opusz 15-ös dalciklus. Az én szerelmem nem sápat így hold, mely elmerengve néz a víz bele. Az én szerelmem forró téli napfény, teremtő erővel Második vonós négyes, opusz 17. Mi a kvartett második tételét idézzük. Ban Gömör megyében kezdett Bartók a szlovák gyűjtésekhez. Négy dalt válogatott egy csokorba, négy szlovák népdal címmel, zongora kísérettel. Az első dal hivatalos bemutatója 1907. október 25-én már megvolt Berlinben, Bartók egykori zeneakadémiai tanára Tomán István s annak felesége Tomán Valeri előadásában. Róz, és kész,
bisztrói határon rózsavirul három, ide érzem szagát, pedig nem is látom. Fúgy a zsebem, fúgy a rózsácska mondjába, húj a húj. Jak szívi mondjába, tri rocski bizbala, A negyedik dal ihletője egy felvidéki erdész leányka Gombosi Klára volt, s a pikáns szöveg némi szerelmi cívódásra is enged következtetni. Orsót pörget Tónika, Taria Tónika, szitarostán indítja, erdész lányhoz fordítja, Mintaria fordítja. Дівчиці, кухарова дівчиці, Мінтарія дівчиці. Німа здайся, хорарова дівчиця, Мінтарія дівчиця, Мінтарія дівчиця. Sose gondolt te kis erdész kisasszony, Mintaria kisasszony, nem leszel te Pálék házában asszony, Mintaria gazdasszony. Majd fog János vaklovakat hajtani, te meg rohadt krumplit eladni, Mintaria eladni. Setyi bógyas vettis hondov gazdjina, Mintaria gazdjina, Mintaria gazdjina. Tónó bógyász, gyöbbe bónya bocovács, a ti himna krumple predavács, Mintaria predavács. Thank you.
Aha, kimegyek arra magos tetőre kezdetű zongora kíséretes dal 1906-os gyűjtésű, de kötetberendezése Rákos keresztúron történt. Igazi csárdás, fergeteges, virtuóz zongora bevezetővel és záró témával. Énekelheti nő és férfi egyaránt. Éppen azért idéztük a népdalt most szöveggel, miután előbb hallottuk a három csíkmegyei dallamban, annak is zárószámaként. Ha kimegyek arra magos tetőre, találok én szeretőre kettőre. Egy baj, de nagy baj, hogy a babám szíve olyan, mint a vaj. Nem kell nekem sem a kettő, sem az egy, azt szeretem, aki eddig szeretem. Hogy a babám szíve olyan, mint a vaj. A hat tánc bolgár ritmusban valamennyi darabja más hangulatú, más ritmusokra épülő zenei fűzér. Az első egy zakatolt, eltolt ritmus, a második dal pedig skálaszerű, visszatérő dallamokra épülő táncdallam. Thank you.
Lichtenberg Emil, az operaház karnagya rendelte meg Bartóktól az úgynevezett négy tót népdalt vegyeskarra, zongora kísérettel. Ennek bemutatója 1917. január 5-én a Zeneakadémián volt. Bartók második román táncát 1909 és 10 között román gyűjtésű ősdallamokra komponálta a zeneszerző. Szilai ritmusú, barbár zene, hatalmas erővel igazi, reprezentatív alkotás. Thank you.
Allegro Barbaro gyors, repetitív, vad ritmus zene a zongorán, mint ütőhangszeren. Akkordikus, feszes, zakatoló nyolcadai erőről, határozottságról árulkodnak, s elsősorban férfi előadó kedvenc sláger darabja. Nem érdekes, hogy egy 32 éves, öltönyös, nyakkendős, finom lelkű, égőszemű fiatalember írta? Az Allegro Barbaro igazi korrajz, kritika az akkori korság ellen.